Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látják, nézzük főbb témáinkat. A vakáció veszélyei, fontos, hogy a gyerekek ismerjék a közlekedés szabályait. Teltháza Volton, minden jegy elkelt a fesztivál pénteki napjára. És kiváló vízminőség, bátran fürödhetünk a Fertőtó és a Nagytó Malom vizében. Csütörtöktől kezdetét vette a vakáció. A felnőtteknek ilyenkor érdemes nagyobb figyelmet szentelniük a gyerekekre. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a felhőtlen játék kikapcsolódás közepette a gyerekek sokszor még a legalapvetőbb közlekedési szabályokat sem tartják be, melynek következtében balesetek okozóivá, részeseivé vagy áldozatává válhatnak. A hosszú hónapok óta tartó bezártság után a gyermekek, fiatalok sokasága élvezi a vakáció adta szabadságot. Sok éves tapasztalatok azt mutatják, hogy a nyári hónapok alatt megnő a közúti balesetet szenvedők száma. A rendőrség szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy a szülők szakítsanak időt gyermekeikre, és mondják el, miként kell közlekedni. A leggyakoribb tragédia okozó a rohanás. A gyalogosok sok esetben körültekintés nélkül lépnek az úttestre, a kerékpárosok pedig bátran cikáznak a gyalogosok és az autók között. Vannak olyan közlekedési szabályok, olyan jelzőtáblák, olyan közúti jelzések, amelyek ismerete elengedhetetlen. Ha valaki ezt nem ismeri, és kimegy önállóan közlekedni az úttestre, legyen ez akár egy kisgyerek, legyen egy időskorú személy, az életével játszik. Mindenképp tudni kell, hogy egy útkereszteződésben hogy kell áthaladni, kinek kell elsőséget adni egy gyalogosként való közlekedés során, a gyalogos átkelő helyen, mikor merre kell tekinteni, mikor mit kell csinálni. Ha már tudja a gyermek, hogy hol szabad kerékpározni, melyek a kötelező biztonsági felszerelések, illetve be is tudja tartani ezeket a szabályokat, még mindig nem biztos, hogy célszerű elengedni önállóan kerékpározni. A felnőtt gépjárművezetők pedig figyeljenek a gyalogos és kerékpározó csemetékre. Hosszantartó türelemmel viselt betegsége után csütörtökre virradóra elhunyt S. Egyedemma, szobrász, éremművész, a Benedek Elek óvónőképző főiskola nyugalmazott főiskolai tanára. Az elsősorban éremművészetéről ismert S. Egyedemma 1960-ban került a Soproni Felsőfokú Óvónőképző Intézethez. A művész gazdag életutat tudhat maga mögött, több alkotása is megtalálható városunk közterületein. A közéletben is tevékeny szerepet vállalt, 1976-tól az Országos Érembiennálé rendezőbizottságában, 1984-től a Megyei Művészeti Tanácsban tevékenykedett, valamint több soproni egyesület kör aktív tagja volt, valamint a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének alapító tagja volt. A 81 évet élt alkotó munkásságát a leghűségesebb város önkormányzata 1998-ban Sopron kultúrájáért kitüntetéssel ismerte el. Kiváló minősítést kapott az Európai Unió értékelési rendszere alapján a Fertőtó és a Nagytó Malom vízminősége. Az ANTS népegészségügyi osztályai minden strandon ellenőriznek. Egy szabadvízi fürdőhelyen általában egy szezon alatt 4 alkalommal vizsgálják a vízminőségét. Bátran megmártózhatunk a Fertőtó és a Nagytó Malom vizében, mivel kiváló minősítést kapott mindkét fürdőhely. A város környéki természetes fürdővizek esetében is uniós irányelvek alapján készülő minősítést 4 év bakteriológiai vizsgálati eredményei alapján állítják össze. Az értékelés nem csak egy-egy mintát, illetve vizsgálati eredményt vesz figyelembe, hanem a vízminőség változásait és az esetleges fennálló egyéb egészségkockázatokat is követi. Ezen besorolás szerint kiváló, jó, tűrhető és kifogásolt minősítést kaphat egy-egy szabadvízi fürdőhely. Az ANTS külön felhívta a figyelmet, hogy a nem kijelölt fürdőhelyeken, például a bányatavakban a fürdőzés nem javasolt, sőt tilos, amellett, hogy ezeken a helyszíneken a víz minőségét nem ellenőrzik, így a fürdőzés higiénés feltételei sincsenek meg, balesetveszélyes is megmártózni ezekben a vizekben.
Minden jegy elkelt a Volt Fesztivál pénteki napjára. Július 1-én az Iron Maiden lesz a húzónév, de aznap koncertezik a Volton a Tankcsapda, a Kis Csillag, a Csíkzenekar, a Stereo MC's és a Nero is. A szervezők elmondták, az idei fesztivál iránt érezhetően nagyobb az érdeklődés itthon és külföldön egyaránt, de a megnövelt területű rendezvényre néhány ezer bérlethez még hozzá lehet jutni, illetve a többi napra is kaphatók még jegyek. A sikerhez a változatos zenei kínálat mellett az is hozzájárulhatott, hogy idén a Voltot választották Európa legjobb közepes méretű fesztiváljának. Teljes a Széchenyi Vágta programja. A Nemzeti Vágta soproni előfutamán a versenyek mellett tüzes szürke marhasó, vadnyugati indiánsó, valamint lovas kaszkadőrök és csikósok műsora is szórakoztatja majd a közönséget. A Széchenyi Vágta résztvevői ismét az Anger réten szállnak nyerekbe a győzelemért július 23-án. A futamok mellett látványos lovas programok is várják az érdeklődőket. Lesz idén egy újdonságunk, a Western gyorsasági verseny, ez délelőtt lesz megtekinthető az ünnepélyes megnyitó előtt. Délután pedig mindenféle program lesz kicsiknek, nagyoknak. Kis huszárvágta, nyilván a vágta futamok. A döntő az este lesz, előtte pedig még csikós bemutató, kaszkadőrsó, szürkemarha bemutató, Hamza Viki bemutatója és egyéb családbarát programok várják az érdeklődőket. A programot úgy állították össze a szervezők, hogy az egész családnak tartalmas kikapcsolódást nyújtson. A család minden tagját megszólítja a program, hiszen a legkisebbek elfoglalják magukat a pónikkal, a játszóházzal, ugrálóvárral, mindenféle színes érdekesség várja őket is. A család többi tagjának pedig érdekes lehet a sok bemutatón kívül maga a futamok megrendezése. A döntő nagyon izgalmas lesz, hiszen az első három helyezett a Nemzeti Vágtán is megmutathatja magát, úgyhogy mindenki el tudja foglalni magát ezen a napon. A Nemzeti Vágta soproni előfutama július 23-án 11 órakor indul a Western gyorsasági versennyel, ezután tartják 12 óra 30 perckor a Széchenyi Vágta ünnepélyes megnyitóját. A döntőre este 6-kor, a díjátadóra pedig este 3:47-kor kerül sor. Imár 8. alkalommal lesz soproni könyvünnep városunkban. A hagyományosan a Cédrus könyvkereskedés által szervezett programsorozaton a hétvégén könyvbemutatókkal és kézműves foglalkozással várják az érdeklődőket a bünker közben, szombaton és vasárnap pedig könyvvásár is lesz a 87. ünnepi könyvhét újdonságaival. Pénteken este 6-kor Száraz Miklós György Apám darabokban című kötetének bemutatójára készülünk, amit Szepesi Attila költő mutat be, és viszont Száraz Miklós György pedig Szepesi Attila Varázsüveg című új verses kötetét. Gondolom, hogy nagyon sokan várják már, hiszen Gyuri édesapja Száraz György történelmi eszéiről nagyon híres volt régen is, és nem mindennapi élete volt. Valószínűleg nagyon sokáig készült erre Száraz Miklós György, hogy feltárja ezt az életutat, nem minden életutat. Szombaton este 6-kor egy újabb könyvemutató lesz, Ambrus Lajos a Somlai című kötetének bemutatója, ami a Kortárs Kiadó Borozgató Magyarok című sorozatába illeszkedik, és nem csak papíron fogja ezt bemutatni Ambrus Lajos, hanem készül saját borával is. Vasárnap pedig gyerekeket várunk elsősorban délután, de természetesen a felnőtteknek is szól a Búzás Tünde kézműves programja. Magyarország legrégebbi, Európa második legidősebb napjainkban is működő sportegyesülete a SMAFC. Az egyetemi klub eddigi legnagyobb sikere, hogy az idén 70 éves kosárlabda szakosztályának férfi csapata 1969-ben Magyar Népköztársasági kupát nyert. Az akkori csapattagok 1976 óta tartanak öregfiú találkozót. A hagyomány 40 éves jubileumát a hétvégén ünnepelte a SMAFC kosárlabda csapatbaráti köre. Az emléknap az Alma Materben vette kezdetét, ahol a Nyugat-Magyarországi Egyetem rektora köszöntötte az 1960-as, 70-es években hazai és nemzetközi sikereket is elérő sportolókat, családtagjaikat a jubileumi találkozón. Ez annak a érzületnek, annak a lelkületnek a folyománya, amelyet mi itt valamennyien megkaptunk az egyetemen, aminek tárgyai, szimbólumai, képei itt vannak a falakon, a Sermeci és a soproni hagyományok
és mindez beleívódott a kosarasok lelkébe, mindennapjaiba, és az volt az eltelt időszak. A 156 éves klub tanárelnöke dr. Fábián Attila köszöntőjében egy másik évfordulóra is felhívta a megjelentek figyelmét. Van egy másik jubileum is, nevezetesen, hogy 70 éves a kosárlabda szakosztály. 1945-ben jött létre, 46-ban játszott először csapatként, és hát, hogy 2016-ot írunk, így már 70 éve létezik Sopronban kosárlabda. Sok-sok fényes korszaka volt ennek. Bogárd Mállal jelképezett, vagy az ő nevével fémjelzett időszakkal kezdődik, amikor először NB1-be jut a csapat. 1940-es éveket írjuk, 1948-49-ben az akkori Mefesz, Soproni Mefesz néven. És hát ezt követően az átszervezéseket is figyelembe véve 54-től újra NB1-ben játszik a csapatunk, és következik a 60-as évek, amelyben önök is, ti is részesei voltatok a sikereknek. A sikerek részesei közül a legidősebb, Balsai Miklós, külön szólt a jubileum alkalmából. A találkozó nem csak a szép napokra való visszatekintésről szólt, de hagyományosan a már eltávozottakról való megemlékezésről is. Az időközben elhunyt sportolók és vezetők előtti tiszteletadásként a Sportegyesület fennállásának 150. évfordulóján elhelyezett emléktáblánál koszorúztak a jelenlévők. A találkozó a LISZ központban zárult, ahol bemutatták a sikercsapat tagjait, és dr. Simon István alpolgármester is gratulált az aranycsapatnak. Kedves barátaim, a soproniak büszkék önökre, köszönik önöknek a sikert, köszönik a szórakoztatást, köszönik azt, hogy büszkék lehetünk soproniak erre a nagyszerű csapatra. És ezzel én azt gondolom, hogy ez a SMAFC, ez a csapat, bekerült a soproni, a soproni kulturális örökségbe. A nap a selmeci hagyományoknak megfelelően dallal zárult. A híradót követően Mozaik című műsorunkat láthatják, melynek vendége Varga Tibor, a Soproni Vízmű fürdő üzemmérnökség vezetője, majd jön az Építech, a Házépítők magazinja. Kedves nézőink, önök a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látták. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken eleinte sok napsütésre számíthatunk, de délután egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, csapadék sem kizárt, erős, időnként viharos lesz a légmozgás, 28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.